Nyitás. 2,5 millió beoltott kell az újrainduláshoz. Szúnyoggyérítés. Hétfőn indul a légikezelés a Balatonnál. Elismerés. 10 Somogyi kapott állami kitüntetést. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák és óvodák. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, április 12-én vagy április 19-én nyithatnak. A tanárokat és az óvónőket be fogják oltani, de ehhez mindenkinek regisztrálnia kell. Azt is közölte, vizsgálják a boltok nyitásáról szóló javaslatokat, de több kockázat is van, és ezt mérlegelni kell. Holnap dönt az operatív törzs. Hozzátette a kormány, azt reméli, hogy május végéig, aki oltást akar kapni, az megkapja. Így az érettségi esetében nincsen változási szándék. Azt is kiemelte, egyelőre sehová sem rendeltek ki házi orvosokat. A kormány a tegnapi ülésén arról döntött, hogy ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák. Ez vonatkozik a középiskolákra is, ez a döntés vonatkozik az óvodákra is. A mostani számítások szerint ez azt jelenti, hogy legkorábban április 12-én tudunk nyitni, vagy pedig április 19-én. Még egyszer mondom, hogy kb. Egy hét felkészülési időre van szükség. Arról is döntött a kormány, hogy azt megelőzően, hogy az iskolák újra nyitnának, be fogjuk oltani a tanárokat, óvónőket, ez természetesen továbbra is önkéntes és regisztráció alapú, ezért arra kérjük a tanárokat, óvónőket, hogy regisztráljanak. Az ezzel kapcsolatos technikai részleteket az operatív törzs fogja eldönteni. Azt szeretnénk, hogyha minden tanárt és óvónőt, természetesen bölcsődei dolgozókra is ez vonatkozik, és a szakképzésben résztvevő tanárokra is a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben tudnánk beoltani. Tehát erre azt megelőzően, hogy az iskolákat újra nyitnánk, sor fog kerülni. Szintén szeretném kiemelni, hogy ez önkéntes alapon, tehát nyilván mindenki eldöntheti, hogy kíván-e az oltásban részesülni vagy sem. A kereskedelmi és iparkamara tett javaslatokat a boltokkal kapcsolatos szabályozásra. Ők módosításra tesznek javaslatot, olyan szabályok elfogadását javasolják, amelyek minden üzletre és minden szolgáltatásra azonos elvek mentén vonatkoznak. Ez azt jelenteni, hogy minden üzlethelyiségben, szolgáltatási térben 10 négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhat. A kormány arra kérte az operatív törzset, hogy vizsgálja meg ezeknek a szabályoknak az életszerűségét és a bevezethetőségét. Erről is a holnapi operatív törzsülésen döntés fog születni. A probléma nagyon egyszerű, nem vitás, hogy jobb lenne egy ilyen szabályozás, ugyanakkor a húsvét előtti időszakban, különösen a vásárlók növekvő száma miatt nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú sorokhoz vezetne a boltok előtt. A friss adatok szerint 9637 új fertőzöttje van a koronavírus járványnak, elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, idáig ez a legmagasabb napi halálozási adat. Jelenleg 11.760 ember tápolnak kórházban, közülük 1.467-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás. Már több mint 1.700.000-en kaptak vakcinát, ebből közel 525.000-en már a másodikon is túl vannak. Közben változott egyes vakcinák alkalmazása is. A Pfizer második adagját az eddigi 21 helyet, 35 napos különbséggel az AstraZeneca-t a korábbi 4 hét helyett, 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet. Az uniós beszerzésből 5 gyártótól 24 millió adag oltóanyagot vár a kormány. Kínából és Oroszországból 3,5 millió emberre elég adagot kötött le a kabinet. Indul a szúnyoggyérítés a Balatonnál. Az idén a tervek szerint a hónap végén kezdik az első biológiai légikezelést, valamivel több mint 1000 hektáron dolgoznak a szakemberek. A parti és a háttér területek időnként víz alá kerülő mocsaras, nádas részeire koncentrálnak környezetkímélő módszerrel. A Balaton térségében 2500-3000 hektárnyi szúnyogtenyésző helyet tartanak nyilván.
Jó esély van az idén a csípőszúnyogok hatékony gyérítésére a Balatonnál, mondják a szakemberek. A csapadék nélküli tavasz nem kedvezett a rovarok szaporodásának, hiszen kevés olyan terület volt, amely az esővíz következtében esetleg pangóvízzel borított területté válhatott volna. Ugyanakkor a Balatonnál már most meg kell kezdeni a védekezést. Ezeknek a területeknek történik meg most a következő napokban a biológiai lárva gyérítése. Ez a biológiai gyérítés annyit jelent, hogy egy baktérium által termelt speciális fehérjét használunk fel a kezeléshez, ami lényegében csak a csípőszúnyog lárvákra hat ebben a dózisban, amit használunk, tehát egyéb rovarokra vagy más élőlényekre ez teljesen veszélytelen, természetesen humán toxikológiai szempontból is teljesen veszélytelennek minősül a kezelés. Magyarán egy olyan szúnyoggyérítést tudunk végrehajtani, ami a csípőszúnyog lárvákon kívül más nem fog elpusztítani. Várhatóan a mostani beavatkozást követően jó pár hétig nem lesz szükség ismétlésre. Ugyanakkor, ha csapadékosabbra fordul az idő, a gyérítések gyakorisága is megemelkedik majd. Ami változás, és már tavaly is tapasztalhattuk, hogy ez a következő napokban végrehajtott kezelés, ez légiúton valósul meg, tehát a szúnyog lárvák ellen továbbra is elsődlegesen légiúton védekezünk, de a kifejlett szúnyogok ellen sajnos most már nem áll rendelkezésre olyan készítmény, ami a levegőből kijut. Tudható lenne, így a múlt évben tapasztalhatták már a Balaton környékén, hogy úgynevezett földi kémiai védekezést végzünk. Ez azt jelenti, hogy platós terepjáróra vagy kis teherautóra rögzített berendezésekből juttatjuk ki a szúnyogok ellen felhasznált készítményt. A földi gyérítés és a korábbi légi gyérítés között nincs különbség a szer tekintetében. A hatékonyság a földi gyérítés alkalmazásával viszont egyes esetekben még emelkedett is. Húsvét előtt megkapják az előrehozott családtámogatásokat a gyermekes családok. A kormány így szeretné csökkenteni a koronavírus járvány miatti nehézségeket, jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás március 30-án érkezik meg a bankszámlára. A postázott támogatásokat pedig március 29-e és 31-e között kézbesítik. Az előrehozott utalás 1,2 millió embert érint, körülbelül 33 milliárd forint összegben. Májusig a személyi jövedelemadó benyújtásának határidejéig rendelkezhetünk az összevont adóalap 1+1%-áról is. Felajánlhatjuk valamelyik civil egyesületnek és vallási közösségnek is. A Kaposvári Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület tavaly 12 millió forinthoz jutott így. A felajánlás idén is nagy segítség lenne a működésükhöz. Jelenleg mintegy 160 kutyáról és macskáról gondoskodnak a kutyatár munkatársai. Egy nap sem telik el eseménytelenül, kidobott, bántalmazott, sérült állatokhoz riasztják őket a legtöbbször. Az orvosi költségek 2020-ban meghaladták a 20 millió forintot. Az állatvédelem az egy hát nagyon költséges műfaj, tehát ezt csak most hozzávetőlegesen azért mondom, hogy például évről évre növekszik az adó 1%-unk, amit tényleg nagyon köszönünk mindenkinek. Tavaly évben 12 millió forint volt, viszont csak így összehasonlításképpen csak tavaly évben az állatorvosi költség volt 23 millió forint. És akkor ugye ezen kívül még nyilván 1000 költség adódik, tehát nem tudunk 150 ezer forint alatt tankolni, hogy rengeteg bejelentés és a többi. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy ugye van helye. Szerintem sokan fel sem érik ezt, hogy ez egy milyen nagy üzem az állatvédelem. És hát ez ugyanúgy, ahogy az összeg is növekszik, a kapott összeg, mondom, köszönjük még egyszer, ugyanígy sajnos a költségek is évről évre növekszenek, hiszen nő az állomány mindig, a bejelentések száma, a sérül kutyák száma, az egész egy bruttó béreket kell fizetni, tehát iszonyatos költség. Az adó 1%-ának felajánlása sokat jelent ennek a szervezetnek is. Idén szeretnének egy mobil hűtőházat vásárolni az állatok élelmének biztonságos tárolására. Rajtuk kívül az egyházak felé is tehetünk felajánlást. Az 1+1% rendelkezések kapcsán kétféle kedvezményezetti kört különböztethetünk meg. Az egyikbe tartoznak a technikai számosadózók, vagyis a Nemzeti Tehetségprogram és az egyházak, a másikba pedig az adószámosadózók, azok a szervezetek, akik már korábban regisztrálták magukat a NAV rendszerébe. Az 1+1% rendelkezések során a két kedvezményezetti kör részére lehet 1, illetve 1%-ot felajánlani.
hogyha valaki csak az egyik kör részére szeretne rendelkezni, úgy a rendelkező nyilatkozat másik felét üresen kell hagyni, nincsen lehetőség kétféle szervezetet kiválasztani ugyanabból a körből. A NAP honlapjáról már most elérhetők a bevallási tervezetek. Az ESZI a portálon keresztül a KÜ azonosítóval rendelkezők számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, szerkeszthetik is az ESZI a bevallás tervezetüket. Akinek nincs KÜ azonosítója, annak április 30-áig postázzák a tervezetet, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot és a válaszborítékot is. Április 1-én új időszámítás kezdődik a magyar adóigazgatásban, közölte az adóügyi államtitkár. Izer Norbert a Magyar Nemzetnek azt mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden számla adatát megkapja azonnal elektronikus úton. Évente így 500 000 000 számla információi futnak majd be a szervezethez. Arról is beszélt, hogy a hatalmas mennyiségű adattal több dolga lesz a NAV-nak. Nem csak az ellenőrzésekkor használják fel azokat, de olyan szolgáltatásokat is nyújt majd, amelyek egyedülállóak lesznek. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Szigeti Orsolya, a Matek gazdaságtudományi karának megbízott dékánja. A szakember kimagasló színvonalú, innovatív, oktatói, nevelői és tudomány népszerűsítő tevékenységének elismeréseként részesült a kitüntetésben. Rajta kívül még 9 somogyi kapott állami kitüntetést. Az innovatív szemléletmód az egyetemi oktatók és a pedagógusok számára egyaránt fontos kell, hogy legyen. Ezt vallja Szigeti Orsolya, a Matek gazdaságtudományi karának megbízott dékánja. Ugye a mai fiatalokat leginkább az újdonságokkal és akár a régi megalapozott tudásnak, de egyfajta új köntösbe ültetésével lehet leginkább megfogni. Én azt gondolom, hogy viszonylag régóta, vagy talán azt is lehet mondani, hogy világéletemben nyitott voltam mindenre, ami újdonság és innovativitás, és meg vagyok arról győződve, hogy a hallgatóknak is, illetve összességében talán azt lehet mondani, hogy a társadalomnak, és itt az egész kicsi gyerekektől kezdve, akár már a felnőttekben is gondolkodhatunk, a lehetőségeket szükséges megadni. A szakember kimagasló színvonalú, innovatív oktatói, nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenységének elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetésében. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nagyon meglepett a díj. Nem azért, mert azt gondolnám, hogy esetleg nem gondolnának rám akkor, amikor elismerésekre, felterjesztésre kerül sor, de azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon-nagyon neves elismerése az eddigi munkának, és ahogy azért néztem, hát nálam idősebb emberek szokták ezt a kitüntetést elnyerni, úgyhogy már csak ezért is meglepő volt számomra ez a fajta elismerés. Szigeti Orsolya mellett még 9 somogyi kapott állami kitüntetést tudományos területen, a szegények megsegítéséért és az egészségügyben végzett munkájukért. A Szigeti Orsolyával készült hosszabb beszélgetést péntek esti aktuális című műsorunkban láthatják. Nyitás. 2,5 millió beoltott kell az újrainduláshoz. Szúnyoggyérítés. Hétfőn indul a légikezelés a Balatonnál. Elismerés. 10 somogyi kapott állami kitüntetést. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap is marad a kellemes és száraz idő, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!